Farsangos Takacsokonai úti óvodában, használt olajleadási pontok Karcagon, Vasmaraton a gimiben, pályázati felhívás. Jó estét kívánok! Önök a nagypunktsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 23-án 18 óra 5 perckor. Rauschenberger Gábornéval, a Csokonai úti óvoda tagóvoda vezetőjével beszélgettünk arról, hol tartanak a farsangi felkészüléssel és milyen programokat terveznek még. A farsang a legvidámabb időszak az óvodában. A gyermekek a februárt vidám mókás játékokkal, kreatív élményekkel töltik, állarcokat, kalapokat készítenek, bohócokat színeznek és vidám dalos játékokat játszanak. Sajnos a járványügyi helyzet miatt zárt csoportban kell megtartanunk a farsangot is, a következő rendezvényünket, de minden csoportunknak van zárt Facebook csoportja, és ezen tudjuk tájékoztatni a szülőket. A szülőket próbálják bevonni a tevékenységeikbe. Legutóbb madár etető kiállítást szerveztek nekik. Nagyon szép etetőket készítettek a madaraknak. Most is próbáljuk őket bevonni a tevékenységeinkbe. Legutóbb madár etető kiállítást szerveztünk, és a szülők nagyon-nagyon örültek ennek, kiállítottuk az óvodánk folyosóján, sőt, kint az udvaron is kiállítottunk néhányat, amelyben etetjük a madárkáinkat. Ezáltal a gyermekekkel foganatosítjuk a madárvédelmet, a természetvédelmet, mivel örökölzöld óvoda vagyunk, ez nagyon fontos számunkra. Megismerkedünk a kis kékcinegéinkkel, a télen itt élő kis madarakkal, megkukucskálhatjuk őket, ugyanis ők nagyon félénkek, a gyermekeink meg nagy örömmel szeretik őket lesegetni. Külön foglalkoznak az iskolába menő gyerekekkel is, hiszen a pandémia visszavetette őket, megérzik az elmúlt másfél évet, a sok karantént. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolára való felkészítést, még inkább össze kell fognunk a szülőkkel együtt, tájékoztatást nyújtunk a szülőknek, segítséget nyújtunk mindenféleképpen, hogy együtt könnyebben át tudják majd hidalni ezt az élethelyzetet. A Református Általános Iskola és a György István Általános Iskola iskola előkészítő iskola kóstolgató programokat szervez a tanköteles korú gyermekeinek, amelyre szeretettel várták őket, és ki is használják ezeket a szüleink. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a gyerekeket felkészítsük az iskolára, kudarc nélkül kezdjék meg a gyermekek az iskolai életüket, úgyhogy próbáljuk őket a betegség után, miután feljöttek, tovább fejleszteni. Nagyon fontos számunkra a tehetséggondozás. Két tehetség műhelyel indultunk ebben a nevelési évben. Az apró kezek vizuális térbeli tehetségműhelyel, amelyet Krézné Szabó Katalin óvodapedagógus vezet, és a Csipcsúcsodák anyanyelvi tehetségműhelyet pedig személy szerint én vezetem. Részt veszünk egy pályázatban is, a két tehetségműhelyel, 60 órás komplex pályázatunkban. Karcag városi önkormányzat csatlakozott a Cseppet sem programhoz, melynek köszönhetően településünkön is telepítésre került több Cseppet sem pont. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Karcag városi önkormányzat csatlakozott a Cseppet sem programhoz, melynek köszönhetően településünkön is telepítésre került több Cseppet sem pont, ahol korlátlan mennyiségben, cseppmentesen, azaz zárt csomagolásban adható le a háztartásokban keletkezett használt sütőolaj, sütőzsíradék, kókuszolaj, pálmaolaj. Ez a tartály a háztartásokban képződő sütőolaj és sütősi zsíradék visszagyűjtésére szolgál. Ez egy olyan régi hiányosság már itt a térségünkben, aminek nagyon örülünk, hogy végre megoldást találhattunk. Gyakorlatilag korábban a MOL töltőállomásokon volt erre lehetőség ezeket visszagyűjteni. Most ennek az akciónak a keretében kibővülnek ezek a gyűjtési pontok, és így minden háztartásnak lehetősége lesz viszonylag könnyedén és jól megközelítő helyen leadhatóan, vagy leadni a háztartásban képződő sütőolajat. Kérjük, a környezet védelme érdekében gyűjtsék szelektíven a használt sütőolajat is adják le a gyűjtőpontokon. A programnak a neve az Cseppet sem.
Gyakorlatilag ez már nevében hordozza azt, hogy lehetőség szerint minél inkább cseppmentesen történjen meg ez a begyűjtés. Tehát ennek az a lényege, hogy a háztartásokban gyűltő vagy gyűjtésre kerülő sütőolajat vagy sütési zsíradékot, azt a háztartásokban ugye valamilyen formában visszagyűjtjük, vagy valamilyen üveges megoldással, vagy a PET palackokba, vagy eleve az olaj tartó edénybe, tehát ugyanabban a műanyag palackba kerül visszagyűjtésre, és azt így egyén edénnyel együtt kell begyűjteni, vagy bedobni ebbe a gyűjtő edénybe. Tehát nem kell semmi éppen nem kell csűrölni, nem kell öntögetni, hanem úgy, ahogy van, és idehoztuk az edényhez, azt úgy szépen egy az egybe edénnyel együtt bedobhatjuk, vagy behelyezhetjük a gyűjtőedénybe. Bárki számára elérhető a karcagi piacon és a nagykunsági környezetvédelmi Kft-nál Karcag Petőfi út 1/E előtt elhelyezett gyűjtőpont. Intézmény számára elérhető gyűjtőpont a Kályami Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény, illetve a MIEU Zöldfa úti óvodája. Most jelen pillanatban 4 gyűjtőponttal indult el ez az akció. Itt található nálunk egy, így ahogy elmondta, található egy a piaccsarnoknál, illetve a Zöldfa úti óvodában, valamint a Kiskulcsosi Általános Iskolában. Ez, hogyha sikeres lesz ez a program, és a elszállítása is úgy történik, ahogy ezt tudjuk és reméljük, és én azt gondolom, hogy ez működni is fog, akkor tudjuk még tovább bővíteni ezeket a gyűjtőpontokat. Ez bármikor megközelíthető, ez az edény. Gyakorlatilag úgy van kialakítva ez az edény, hogy belenyúlni nem igazán lehet, tehát ennek a gyűjtőnyílása az mindig szabadon megközelíthető, és gyakorlatilag valóban így vagy bármikor belehelyezhetik a hulladékot. Az fontos, hogy ténylegesen háztartási sütőzsíradék, illetve háztartásban képződő étolaj. Tehát ez kerülhet bele, tehát egyéb más jelű, tehát motorolaj, egyéb fáradt olaj, az semmiképpen sem. Tehát ez kifejezetten a háztartásokban képződő olajnak van rendszeresítve ez az edény. Az intézményekben összegyűlt mennyiség után településünk közösségi anyagi támogatásban is részesül. Én is azt gondolom, hogy ez a környezetvédelmi szempontokból is nagyon fontos környezettudatosság, hogy megfelelően és jó minőségben és oda helyezzük el az összegyűjtött háztartási szemetet, hulladékot, hogy ezt aztán tovább lehessen feldolgozni. Ennek egy újabb lépcsője valósul meg Karcagon, hiszen a háztartási használt olaj, a háztartási használt zsíradék gyűjtőpontok kerültek elhelyezésre a város több pontján, konkrétan 4 helyen, ugye itt a környezetvédelmi Kft. Székhely előtt a Petőfi utcán, a piac csarnok környékén, illetve 2 intézményben, a Zöldfa úti óvodában, illetve a Kiskulcsosi Általános Iskolában. Mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy nagyon sok ilyen sütőolaj, sütőzsíradék keletkezik a háztartásokba, amelyet eddig ki hogyan használt föl, hiszen azért most is voltak, én azt gondolom, nagyon sokan, akik környezettudatosan megfelelő gyűjtőpontokon, gyűjtőhelyeken helyezték el, de nagyon sokan nem tudtak, vagy nem akartak élni ezzel a lehetőséggel, vagy hiányzott az a lehetőség, amelyet most hiánypótlásképpen a város is megkapott, hiszen önkormányzatunk csatlakozott a Cseppet Sem programhoz, amely keretében kerültek elhelyezésre ezek a gyűjtőpontok. Ha sikeres lesz, már pedig úgy látom, itt 2 napja van elhelyezve, és már nagyon sok edény belekerült. Ha sikeres lesz, akkor természetesen a város több pontjára is tudunk majd ilyen gyűjtő edényzetet telepíteni. Ami fontos még, hogy nem csak a környezettudatosság jelenik meg ebben, hanem egyfajta adományozás is, hiszen az a cég, aki ennek az összegyűjtésével foglalkozik, az literenként visszatérítést ad, amelyet az intézmények, illetve a város fejlesztésére, egy alapítványunk keresztül a város fejlesztésére tudunk majd fordítani, például további környezetvédelmi akciók megvalósítására. És nincs meghatározva az, hogy mibe kerüljön ez összegyűjtésre otthon a háztartásba. Aki úgy gondolja, hogy kifogyott az üdítős palackja, az gyűjtse abban 2 literbe, 1,5 literbe. Aki azt gondolja, hogy biztonságosabb egy befőttes üvegbe összegyűjteni, mert egy meleg sütőolajat azért mégsem jó egy műanyag palackba beönteni, hanem azt gondolja, hogy egy befőttes üvegben az teljesen jó helyen van. Ezt az üveget, ezt a flakont, bármi edényzetet, a lényeg az, hogy zárható legyen, ezt bedobhatja ebbe a gyűjtő edénybe. Nem kell azzal foglalkozni, hogy összetörik, nem törik, nyilván nem dobálni kell azért ebbe az edényzetbe, hanem óvatosan beleejteni, hiszen azzal segítjük azoknak a szakembereknek a munkáját, akik aztán majd a továbbiakban a feldolgozásban közreműködnek. Tehát óvatosan belehelyezzük, rácsukjuk a tetőt, amikor megtelt, akkor jelzi a szakembereknek, és cserélik az egész edényzetet, tehát nem kiborítják, átmossák, hanem elviszik a feldolgozó helyre, és hoznak helyette egy új edényzetet.
Én azt gondolom, hogy teljesen környezetbarát, zárt rendszer, tehát ebből nem fog kifolyni olaj azokon a gyűjtőpontokon. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, éljen azzal, hogy környezettudatosan otthon a háztartását is, segítve ezzel természetesen bolygónkat, élőhelyünket, hiszen azt gondolom, hogy a mai világban ezek már nem nagy szavak. Ha nem figyelünk oda a közvetlen környezetünkre, akkor azért nagyon nagy problémák lehetnek. További részletek a www.cseppetsem.hu weboldalon. A karcagi Nagykun Református Gimnázium idén 10. alkalommal csatlakozott a Vasalbert Maratonhoz. Kezdetben 24 órát is bevállaltak, most a járványügyi helyzet miatt csak az iskola tanulóinak szerveztek 4 órás szépirodalmi estet a gimnázium épületében. Szabó Júlia Ildikó latin-magyar szakos tanárnő elmondta, a refi 10. éve egyik helyszíne a Kárpát-medencei és tengeren túli összefogással megrendezett, összesen 42 településen megtartott Vas Albert felolvasó maratonnak, így tisztelegnek az erdélyi író és költő előtt. A járványügyi szabályok miatt idén korlátozott létszámmal, csupán iskolai keretek között rendezik meg a programot. A járványügyi intézkedések figyelembevételével korlátozottan tudjuk megtartani a rendezvényt. Egy 4 óra hosszás programsorozattal tisztelgünk Vas Albert munkássága előtt. A rendezvény a magyar és székely himnusz eléneklésével kezdődött, Székely Éva Mária tanárnő zongora kíséretével. Tóth Barna igazgató köszöntőjében a hitet és a hazaszeretetet nevezte meg, mint két örökérvényű, legfontosabb tanítását a Vas Albert életműnek. Elég nagy a várakozás a 2 év kihagyás után. 12 csapat is jelentkezett versenyezni, illetve felolvasóink is várják a lehetőséget, hogy hazafiasságról, Istenhétről, lélekemelő szép dolgokról olvashassunk és hallhassunk. A verseit a természet szeretettel, a szépséggel és a pozitív emberi tapasztalatokkal kapcsolatos verseit kedvelem nagyon, illetve az Adjátok vissza a hegyeimet című regényét. De ha humorosat szeretne olvasni az ember, akkor a 13 almafa az, amit úgy igazán nagyon szeretek. Abban mind az erdélyi magyar lét tragikuma benne van, és ugyanakkor az életszeretet is rengeteg humorral fűszerezve. Ezt jó szívvel ajánlanám. A megnyitót Vetró Viktor magyar történelem szakos egyetemi hallgató szavalata zárta, majd Szabó Júlia Ildikó előadásában Vas Albert életének, munkásságának főbb momentumait emelte ki. Ezután került sor az irodalmi vetélkedőre, amelyen a diákok 3-4 fős csapatban játékos feladatokon keresztül ismerhették meg jobban az erdélyi alkotó munkásságát. A feladatokat Kentési Renáta és Szabó Júlia Ildikó tanárnők állították össze. A vetélkedőt is ők vezették le. A zsűri Tóth Barna igazgató, Szentesi Zoltán, a Humán Munkaközösség és Vetró Viktor egyetemi hallgatóból állt. A verseny után következett a felolvasás. Versek, novellák, regényrészletek hangoztak el a diákok előadásában. A Karcagvárosi Önkormányzat meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanuló 2022. első félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolában tanuló 2022 első félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmányokat folytat, tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot. Az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 114 ezer forintot. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a karcagi polgármesteri hivatalból. A pályázatot a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. Karcag, Kossuth tér 1, földszint 52-es iroda. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!